Tehát Szélpát Tamás vagyok, Szegedről érkeztem most télen Diósgyőrbe, és nyilván ez nagy lépés, hiszen MB3-ból kerültem MB1-be, szeretnék minél több játék lehetőséghez jutni az MB1-es csapatba. Úgy érzem, hogy erre meg lesz az esélyem, jobboldali szélső középpályás posztján játszom, remélem, hogy használat tudok majd lenni a csapatnak. Eddigi pályafutásomról annyit, hogy Szegeden kezdtem el a futballt, meglehetősen későn, 14 éves koromban. A Tiszavolán SC-ben nevelkedtem, egy fél éves Makói kitérő után tértem vissza a csapathoz. Szerepeltem az FC Szeged MB2-es csapatában, és most télen igazoltam ide Miskolcra. A körülmények szerintem remek, tehát a remek körülmények vannak itt Miskolcon, legalábbis az eddigi helyem állomásaimhoz képest. Szerintem a csapat az kezd összekovácsolódni, remek edzőnk van, jól erősítettünk, ugye minden csapat részbe érkeztek meghatározó futballisták. Most a télen ugye a védelembe a Sebők Vili, a középpályára a Pinyő, vagy a Kamber, vagy a Román Florin, remek játékos, és előre is ugye Homa, a japán csatár, aki velem együtt jött Szegedről, szerintem megfelelő erősítés lesz, úgyhogy nem lesz szerintem probléma. Nyilván nem az a célunk, hogy utolsó előtti helyen végezzünk, és ezzel elkerüljük a kiesést, hanem megpróbálunk egy jó tavasszal a 8.-12. hely valamelyikét elcsípni, azt hiszem, hogy ez már jó eredmény lenne a csapattól.